Sziasztok! Hello! Na végre! Pakker, nem kell egy magam podcastelni, micsoda öröm! Úgy vártalak már Krisztián, mint a messiást. Ó, oh, pedig én azt hittem, hogy magával csábított végérvényesen a szóló karrier szirénéneke. Nem, 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 nem. Ez annyira fárasztó, hogy uh, hihetetlen egyrészt, másrészt meg szerintem kurva unalmas annak is, aki hallgatja, mert hogy azért uh, két hang az több hang, mint egy hang, és, így nem, és így nem vagyunk egyhangúak. Wow. Nagyon, nagyon, elmés meglátás és nagyon borzalmas szóvic. Igen, igen. Uh. Uh, a hülye szóvicceket félretéve leveszem a hangerőt rólad, mert, uh, mert elég, ha én hallak, és nem, nem kell, hogy visszahang gozzék a te hangod a fülesemből. <coughs> és Krisztián, akkor mi történt veled, amíg nem volt Tál velem? Ó, oh, hát ez millió egy és kettő dolog történt velem, kérlek. Hát ez nagyon intenzív volt ez az elmúlt néhány hét, kezdve ugye az indiai utazástól, az Indiából való megérkezésig betegen. Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Készültem és összeültem ilyen kis, bárhol kis pontokat. A kevésbé izgalmas az az, hogy az olyan történt velem, ami még sosem, megtelt a Windowson minden drive. És a, a, az elmúlt napjaimat úgy élem, hogy egyfolytában kiabál a Windows, hogy very low, very low, very low, és nagyon el vagyok veszve, hogy ennek hogyan álljak ennek a problémának neki. De ez nem annyira érdekes. Kurva egyszerű Krisztián, csinálni kell egy hihetetlenül kurva nagy mentést. Ennyi. Nem tudok hova menteni igazából. Minden, a legnagyobb vinyóim vannak tele. Nem, nem lehet menteni. Ilyenkor szokott. Uh, tehát annyira, saj, annyira sajnálom, hogy nincs velünk uh, a Csárli, mert hogy. Érted? Megmondani, biztos, hogy az, biztos, na, szóval szóval lett, lett volna két-három izé Érted? Nem tud hova menteni. Érted? Érted? Na, oké. Okay hogy így. Ö, igen. De szerencsénkre, vagy hát nem szerencsénkre, Sáli nincs velünk. Szóval kérlek szépen, voltunk Indiában? Elmentünk Indiába. Várj, 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 Mert én már az elejét se értettem. Tehát, hogy honnan jött a, a haránt impulzus, hogy te Indiába akarsz menni? Az én haránt onnan jött, hogy Kinga Indiába szeretett volna menni. És még, még, még távolabbról kezdve a dolgot, ő ugye a Bakti a Tudományi Főiskolán utolsó szemeszterét csinálja mindjárt a jogamester szaknak, és ennek része elképesztő mennyiségű szanszkrit tanulás, védikus történelem és vallás történelem, földrajz, stb. Tehát alapvetően rengeteget tanult ő Indiáról és azért ő nagyon-nagyon-nagyon szeretett volna eljutni Indiába, hogy élőbe is lássa azokat a helyeket, amikről, amikről annyit kellett tanulnia, felkészülnie, és amikből vizsgáznia is kellett. Ez innen indult ki. És van egy egyesület, akik utakat szerveznek már évek óta Indiába, és velük mentünk volna, van egy délindiai körútjuk, meg van egy északindiai körútjuk, és a délindiai körútjuk az inkább ilyen jogatáborszerűség, de az is ilyen folyamatos utazással, hogy tudom én egy-két napot itt, aztán busszal tovább, egy-két napot ott, és akkor hogy mindenhol jogázás, orvérzésig, és erről sajnos lemaradtunk, addig lamentáltunk rajta, amíg betelt, és Kicsit később lett megkérdetve az észak-indiai út, ami, ami, nem jogás, hanem inkább ilyen, ilyen spirituális és a, a szent helyeket körbejáró körút. É, pont tökéletes arra, amire Kinga szeretett volna ö, menni igazából, hogy megnézze ezeket a helyeket. Igen? Mondjad? Én semmit nem mondtam. Ja, volt egy ilyen is hang tőled, én azt hittem, úgy, hogy... úgy, úgy, hallgatlak, mint a, a messiást. Jó, akkor folytatom. Azt hittem, hogy valamit közbe akartál szólni. Nem. De ha mégis valamit közbe akarnál szólni, nyugodtan szóljál közbe, mert látod, nagyon illedelmes vagyok, akkor is szóhoz hagylak jutni, ha épp nem akarsz. Te tehát, tehát jött ez az észak-indiai körút, ami inkább ilyen spirituális vonalon helyezkedik el, de nagyon szépen kibalanszírozták egyébként tehát a, a akikről lepereg a spiritualitás, mint például én, nekünk is volt látni való bőven, nem csak templomok rogyásig. És és akkor megragadtuk ezt az alkalmat, és akkor jelentkeztünk erre az észak indiai útra, és mondom, hát úgy voltunk, hogy én alapvetően nekem nem volt a bakaslistámon India, Kingának nagyon, de ha már itt egy ilyen lehetőség, akkor hülye lennék nem elmenni. Úgyhogy így vágtunk mi bele igazából. Ez egy tíznapos körutazás volt, Delhibe érkeztünk, onnan átmentünk Agrába, ahol ugye Taj Mahal és barátai, onnan átmentünk Vrindavanba, ami a folklór szerint Krisnának a szülőfaluja, úgyhogy ott az ilyen überszent hely, és ott rengeteg templom, meg hogy hívják, tehén, szent tehén farm, vagy rezervátum, meg minden, amit el tudsz képzelni, és aztán onnan tovább Jaipurba, ami meg a rajasztáni, ilyen kicsit a muszlim dolgokkal, építészettel és dolgokkal keveredő környék, ott lovagoltunk, illetve elefántogoltunk egyet is, Ú, és aztán -úrból Isten. Zsajpúrból elefánt háton, és úgy hívták az elefántunkat, hogy ne na. na. A 80-as -80 évek német Igen. előadó művész. 88. 99. Vagy 99, 99. mindegy. Noin und Luftballons és e, szállt Jaipur és aztán Jaipurból vissza Delhibe, de akkor ott már nem ugrabugráltunk Delhibe semmit, igazából csak aludtunk egy nagyon keveset, és aztán korán irány a reptér, és irány haza. Tehát így a tíz napból igazándiból nagyjából két nap az az utazással telt, mert hogy e, azért elég messze van Delhi, és Isztambulon átmentünk, és Isztambulik egy ilyen egy és háromnegyed két óra az út körülbelül, és odafele 8 órát kellett várnunk a csatlakozásunkra, az egy nagyon meredek dolog volt az isztambuli reptéren, mert hogy szép-szép, jó-jó, meg nagy-nagy, de úgy nagyjából két és fél óra után felfedeztünk mindent. Például az, hogy nem lehet elcigit kapni, de ez már külön történet. És és aztán onnan egy ilyen négy és fél, érdekes, hogy odafele, mert valószínűleg csak az időeltolódás miatt egy ilyen négy és fél órának tűnt az út, visszafelé meg hat órás volt az út Delhi és Isztambul között, de hogy jó sokat kell utazni, és, és így nagyjából nyolc nap volt nettó, amit, amit tényleg a már magával az utazással és a látnivalók nézegetésével töltöttünk el. És hát, fú, nem tudom, mit mondjak Indiáról, kurva jó India, igazából. Nagyon-nagyon érdekes, szokták mondani, hogy a végleteknek az országa, és, és hát nem túloznak. Nekem az volt a benyomásom, ugye ez a körút, ez nem a csillogó-villogó turista látványos, hát nyilván turista látványosságok is, hogy nem a csillogó-villogó luxus India hanem inkább a másik fele, ezekről a zarándok utak, meg, meg kis szádukot üldögélnek az útszélén, meg, meg ilyen típusú dolgok. hogy India az teljesen úgy néz ki, mintha ha párhuzamosan élne egymás mellett legalább két valóság. Van ez a, az iparosodott, nyugatias, Felvilágosult India, ahol munkába járnak az emberek, adót fizetnek, stb. stb. Tehát ami egy kicsit hasonlít a, a, a mi világunkra, és aztán az én tippem szerint egy lényegesen nagyobb társadalmi réteg, aki gyakorlatilag kívül esik a társadalmon, és Se társadalombiztosítás, se munkahely, egyik napról a másikra él, és nagyon sokan élnek az utcán, mert hogy ugye olyan a klíma, hogy amikor éppen nem esik, akkor gyakorlatilag kifeszítenek egy valamilyen kis plédet, és elalszanak alatt a bárhol. Úgyhogy teljesen olyan, mintha így a, 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 a társadalom falának repedésein kiesett emberek egy teljesen párhuzamos valóságot képeznének Indiába, és hát brutálisan durva a kontraszt, nagyon-nagyon-nagyon durva. És a vicc az az, hogy, illetve hát nem vicc, hanem ugye az érdekesség ennek az egésznek, hogy, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon sanyarú körülmények között élő, egyik napról a másikra élő, túl sok kilátással, kiszabadulásra való kilátással nem rendelkező emberrel, lehet találkozni tömegesen, gyakorlatilag amerre jártunk, és ezek az emberek boldogak, mosolyognak, beszélgetnek, irgalmatlanul kedvesek, teljesen elfogadják azt a szituációt, amiben benne vannak. Ez mondjuk lehet egyébként, hogy alapvetően ez a reinkarnációra épülő, valamilyen hindu hitnek a, a, a mellékhatása, hogy ilyen elfogadóak a, a körülményeiket illetően. De hogy például pont Zsajpúrba csináltuk azt, hogy a, de ez is egy későbbi történet, elcigi boltot próbáltam fölkajtatni, mert az interneten egyetlen egy elcigi boltot találtam. Egész Zsajpúrba is szerettük volna fölkutatni, és annak a felébe, ahol laktunk a városnak, meg olyan látnivalókat néztük, onnan egy körülbelül 20 kilométert 1000 forintért el, eltuktukoltunk a, a, más, a város másik felébe, ami meg egy ilyen full modern pláza teljesen más emberek, tehát tényleg ilyen plázacicák és pláza ficsúrok, tehát mint hogyha egy másik világba jártunk volna, de ott is mondjuk bejebb sétáltál az épület mögött három utcát, és akkor már megint vissza ebbe a, a, a rög, rögvalóság, india rögvalóságába. Úgyhogy nagyon érdekes, elképesztően érdekes, hogyha nem a csillivili felére mész, hanem oda, mint, mint ahova mi mentünk, akkor ott gyakorlatilag, én azért szeretem ezeket az országokat, mert gyakorlatilag semmivel olyannal nem találkozol, ami, ami az otthonra emlékeztetne. Se az építészet, se az emberek, se a, a nyelv, se az ételek, se a, a, az embereknek a habitusa, viselkedése. Tehát egy teljesen kiszakadsz abból a közegből, amit megszoktál, fullosan kívül vagy minden komfortzónán, és, és így nagyon érdekes. Így az egész nyolc nap, vagy tíz nap az nem, de az a nyolc nap, amit tényleg nettóban ott töltöttünk, az úgy olyan volt, mintha minden estül megállt volna az idő. Fogalmam nem volt általában, hogy épp milyen napot írunk, arról, hogy hány óra van, arról aztán végképp semmi fogalmam nem volt. Így mentünk, nézelődtünk, meg ott az indiai időszámítás is olyan, hogy hogy az időbecsülés, hogy mennyi lesz az út kb. a busszal. Hmm, Van ez az érdekes fejrázásuk, ami az igen, meg a nem, meg a tököm tudja, miért kérdezett tőlem hülyeségeket egyvelege. <laughs> és e, ez a hát másfél óra, vagy kettő, a gyakorlatban ez mondjuk három, vagy négy és fél, tehát hogy egészen egészen másképp mérik az időt meg, hogy nincs, nincs ilyen stressz ezen, hogy hát majd odaérünk, amikor odaérünk, és elég könnyen át lehet venni. Hát ez neked való volt, Krisztián, valljuk be. Igen, én nekem van némi hajlamom. abszolút, így, 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 ahogy ezt az időbecslést, meg az egyebeket így elmondtad, szerintem imádtad. Én nagyon re jól éreztem magam. A szívem csücske az továbbra is Nepál igazából, ott, ott egy kicsit én, én, én jobban éreztem magam vagy hogy nem, nem tudnám megmondani, hogy miért, de az kicsit közelebb áll a szívemhez, de hogy ez is csodálatos volt, nagyon elképesztően, elképesztően érdekes meg még Vrindavamba csináltam azt, hogy egy kicsit bepálinkáztam a hasmenésre, hogy hát, hogy egy kicsit kipucol belül, és akkor már mindenki lepihent meg ilyesmi, akkor én nyakamba vettem a, a Szent Falut, és bementem késő éjszaka a városba, meg az ottani Kristás templomba, hogy beszélgettem emberekkel, meg ilyesmi, és akkor itt tök jól el lehet, fel lehet oldódni az igazi közegben, nem az van, hogy hogy valaki mondja, hogy jó, jó, akkor itt van negyed órátok kb. fotózatok, nézelődjetek, meg hogy így nem sertepertének körülötted az utastársaid, mert hogy az ilyen társas utazás volt, hanem hogy teljesen jó föl lehet oldódni az ottani közegbe, és így egy kicsit így beszívni a, 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 a nettó hangulatát. Érdekes, fú, nagyon-nagyon érdekes volt. Én bátran merem ajánlani bárkinek, hogy ha, ha van rá módja, és esetleg eddig nem szerepelt az úti tervei között India, nagyon érdemes megnézni, mert, mert tényleg iszonyat érdekes, és annyira, annyira más, mint bármi, amit megszoktunk, hogy teljesen jól le, ilyen simára gyalulja, a gyalúja gyalulja az ember homlokát, meg, a, meg az agytekervényeit egy, egy kis idő alatt. Na, figyelj, akkor Krisztán, mi, miután mi egy, egy elektromos cigaretta és kiegészítői és politika és mozgalom és mindenféle ezzel kapcsolatos podcast vagyunk, meséld már el nekem léces, hogy hogyan bírtál úgy összecsomagolni likvideket, hogy azt elvették tőled a reptéren? Hát kérlek, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, ezt rettenetesen elbasztam, és ez úgy volt, kérlek szépen, hogy tényleg néhány hónap ezelőtt még álmomból fölkeltve is, pláne amikor még így, amikor Charlie ment Amerikába, és átvettük ezerszer, átrágtuk ezerszer, hogy likvidet a feladott podgyászba, biztonsági likvidet, vésztartalékot a kézi hogy azért legyen nálad, akkumulátorok csak a kézi stb. stb. És, és mire indultunk? hozzá tartozik, hogy úgy indultunk, hogy nagyon sűrű volt a, a, a melóhelyen a program tehát nagyon sok mindent kellett, szálat szállat kellett volna elvarnom, mert mindent nem sikerült tökéletesen. Tehát így gyakorlatilag az a becsuktam a notebookot, és indultunk ö, Indiába című történet volt, úgyhogy nekem nagyon-nagyon kevés időm volt előtte, hogy hogy egy picit így elgondolkodjak ezeken a dolgokon, és valahogy félre kapcsolt az agyam, és minden likvidet a, a feladandó podgyászba raktam bele. De úgy, hogy igazából megfelelt a korlátozásnak, és még utána is olvastam, hogy, mi a bigyó, hogy maximum 100 ml-es tartályok kellenek, vagy maximum 100 ml folyadék a tartályokban, és amit én elolvastam, az inkább arra utalt, hogy maximum 100 ml folyadék a tartályokban. Úgyhogy nekem 125 mek voltak a kedvenc kis üvegeim, és direkt úgy töltöttem, hogy jól látható legyen, hogy nincsen benne, nincsen csúrira töltve, tehát biztos, hogy nincsen 100 ml sem. És rá volt írva, hogy 125, úgyhogy mondom, figyelj, valami tökfejű security is biztos, hogy ebbe a fasságba bele fog kötni, és nem úgy fogja értelmezni, hogy én értelmezem. Úgyhogy szépen lekapargattam a, a, számokat róla, hogy nehogy véletlenül valakinek a szeme ezen fönnakadja. És hát az volt, hogy Kinga hozott egy 100 milliset, és az tényleg 100 millis volt, csak ez a fura kicsit amorf fajta üveg, ami alul egy kicsit így, vagy flakon, ami alul egy kicsit szélesebb, fölül nem, de a 100 millis, tehát tényleg. És az én 125 öseim <coughs> meg még egy, ez volt a nagy szerencsém, hogy még egy 50 millis elraktam. És nézi, nézi, két hölgy volt ott kint a security check és hmm, Hát erről nem tudom megállapítani, ez, ez szerintem nagyobb, mint száz. És mondtam neki, hogy hát az a helyzet, hogy ezek lehet, hogy nagyobb tartályok, mint száz, de nem sokkal, láthatja, viszont lényegesen kevesebb folyadék van benne. Az nem számít, mert itt a, a flakon méretéről van szó, mint hogyha az meg, ez egy security biztonság lenne, hogy 100 vagy 125 milliliteres flakonban van benne a, a kevesebb. De Krisztián, azért, azért lássuk be, hogy hogy mennyivel könnyebb lett volna 100 millis flakonba vinni, és mondjuk még a flakonon lett volna egy 100 millis, uh, mit tudom is én, fölírat, és akkor nem, nem, nem estél volna ebbe a gödörbe okay. bele. Hát nyilván az idők során a 100 millis flakonokról is lekopik a 100 millis felirat. De hogy mondjuk a flakonokon van olyan flakon, Tudok neked ilyet küldeni, hogyha érdekel. Va, va, De, a van bele a, a Igen, a igen. Száz Külön lehet venni ilyen repülés kompatibilis szettet, ilyen bezárható zacskóval, meg mit tudom én, ilyen nagyon kultúráltan Nem Nincs rá egyéb hozzáfűzni való, elbasztom egész egyszerűen, ott félre kapcsolt az agyam. Már hát, jó van, úgyis jó lesz, ez hát látszik rajta, hogy nem százmilli. Mm -hmm. Hát pont kifogtam két akkurátus hölgyet, akik közölték, hogy hát ők ezt szemre nem tudják megállapítani, és itt valami le is van kaparva. Mm -mm. Még gyanúsabb. És, na, hát most akkor így, hát, hát, és a két kedvenc, még amit Bécsbe vettünk, az a két uh, gemes, ja, likvides. Ja, 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 ja. Imádtam őket. Ez volt a két kedvenc flaskám. Hát, ezt itt kell hagyni jó van, van 50 milli, és a kokingának is, hát erről se tudjuk szemre megállapítani, ezt is itt kell hagyni. És így átjutottunk a security check in és ott volt nekünk kettőnknek 10 napra 50 milliliter leves. Édesem, ez bajban vagyunk. Ez annyira, de figyelj, tehát én ajánlom neked, hogy hallgassd vissza magadat. Tehát amikor erről beszélsz, ki két ak kifogtam két akurátus hölgyet. Érted? Tök mindegy, ki lett volna ott Krisztián. Hidd el, hogy bárki elvettem. Aki a security check van, öcsém, és nem egyértelműen hmm. 100 mm. tehát ilyen billegő a flakon méret, az el fogja venni. Te Ez azért is nem így van, Fifika, mert ugyanezekkel utaztam egyébként 100 milliig megtöltve Varsóba például, és ott ugye nem volt feladott podgyászom, kénytelen voltam kézi menni csak, és, és zokszó nélkül átment, tehát így valahol tudat alatt ez is biztos, hogy bennem volt. Olyan repültem én már ezekkel, nincs ezzel semmi probléma. Úgyhogy hát így, sőt, igazából kétszer is repültem, hát ugye? Igen, velem, igen, idén de, is, meg tavaly de is. Itt is kétszer repültem, mert ugye egyszer mentetek Isztambulba, és onnan Indiába. Hát itt nem csak én repültem, hanem de hát ott tranziton már nincsen security check, ami nem igaz, mert visszafele van, nem bíznak az indiaiakba. De. Visszafele, amikor csak egy óránk volt, hogy elérjük a csatlakozásunkat, akkor így direkt a kedvünkért fölépítettek egy ilyen átmeneti security checket, ahol még megszűrtek minket. Nem hiszem, mert sose érjük el azt a gyomorult gépet. Szóval a lényeg a lényeg, hogy igen, repültünk kétszer, és egyszer repültek a leveseink is a, a sunyezba, és hát így úgy szomorúan pislogtunk egymásra kingával a security check után, hogy ezzel most mi a frász fogunk kezdeni. És mondtam, ó, figyelj, hát hatalmas nemzetközi repülőtér Isztambul, biztos lesz ott ECG, vagy ha nem, Delhi-be valamit biztos, hogy találunk. És kérdezgettem a, a, vezetőinket is, hogy mi van, mondták, hogy figyeljetek, a Delhi szállodának a, a, vezetője az egy szik srác, és az mindent elintéz. Az, az aztán mindent elintéz, bármit egyszer valami nagyon spéci parfümöt szerettek, parfüm eszenciát szerettek volna beszerezni, ami Delhi másik végében kapható egyetlen egy boltba, és akkor mondta, hogy hát már nem tudunk odáig elvenni, tökre kéne egy ilyen, ó, semmi gond, megoldjuk nektek, és akkor pár óra múlva a kis küldönce beesett egy ilyen komplet szette, hogy jó, akkor itt van a választék, mit kértek ki, Ilyesmit, hogy aggodalomra semmi jog, ok, meg lesz ez oldva. És akkor úgy mondtuk, hogy hát jól van, hát ez van. Meg mondta Kinga, hát akkor ő, ő basszus cigizni fog, hát nincs más választás. Mondtam, hogy figyelj, neked elég az én 50 millim, ha más nem, akkor én nem fogok elcigizni, én azért kicsit jobban bírom szerintem. De erre végül nem került sor, hála a jó égnek, vagy nem, az majd eldől. De minden esetre ez történt, tehát tényleg én vagyok az, aki majdnem főrobbantja magát a valsói repülőtéren a belomodjával, én vagyok az, aki minden-minden átrágott szabály ellenére elbassza az indiai repülőt. Krisztián, Krisztián a két a két lábon járó nem is tudom alkotmányjogász és és adatigénylő jogtudós és basszák, tehát na erre már tényleg nem lehet mit, mit mondani. 80 millis palackkal, palacka, vagy 50 millis bekev, hát abból annyit vihetsz, amennyit nem szégyelsz. Hát igen, igen. most, megtanultuk, az biztos most beégett az agyamba a dolog. De ez még mindig nincs vége, mert a, a reptéri hacacárék, vagy a repüléssel kapcsolatos hozzá hozzátartozik az, hogy aztán itt a security check utáni lányos zavaromba, a, az még így eszembe jutott, hogy oké, okay, nem lehet egy be hogy hívják, fönt akkumulátor, úgyhogy szétsavartam a kis pikót, és így bedobtam a táskába a, az akkumulátort, és már fölszálltunk, amikor eszembe jutott, hogy baz meg a, lak, a lakáskulcsunk ott van a táska alján. És hát a, a két óra két repülés Isztambulba az ment, nem? mikor fog a fejem fölött elpukkani a 18 650 es aksi Nem vittél magad Elem elemtartót, vagy a de, 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 vittem, vittem, és minden akkurátusan be volt, de ezt így mondom, a security, annyira szétzilálták az idegeimet a security checknél, hogy, hogy, ezt így kihúztam, és így bedobtam a táska aljára a másik akkumulátort, jó, akkor most már szállunk föl, meg minden. És így, szerencsére nem durant el, különben olvashattatok volna a hírekben, de hogy még, még tetéztem a hülyeséget egy ilyennel is, de visszafelé már nem, meg ott az összes többi repülésem már is szépen akkurátusan el, elraktam. Ah, szóval érdekes volt. De természetesen az isztambuli reptéren, hegyekben állnak a cigaretták, de a kartonok nem a tízes kartonok, hanem az ilyen, nem tudom milyen, számítógépes doboz méretű kartonok, Aha. elképesztő mennyiségű Master, Masterboxnak hívják a... Akkor masterboxok, -ok, ezek szerint, ezt nem tudtam, hogy így hívják. Tehát igazából a, el, eldobsz egy követés, egy, egy raklap cigarettát talál el nagyjából a, a az ott az isztambuli reptéren. Azt hiszem száz, száz, ilyen tízes boxban benne. A, Brutális. Tehát tízezer szál. Nem biztos, hogy annyi, csak ez, vagy húszezer? Mert hogy húsz szál van egybe. Na mindegy, az egy masterbox. Tehát ha ilyen kurva nagy kartonkat látta, az egy masterboxnak hívja. Ja, de hegyekben állt a, a, a duty free shopokban a, 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 cigaretta, és egyszerűen is sehol de végigjárt, tehát volt 8 óránk, úgyhogy azt, tényleg az utolsó sarokig végigjártuk azt a repteret, és, és sehol elcigi, és akkor egy kicsit így elkámpicsorodtunk, de mondom, akkor még ott volt, amit a, a vezetőnk mondott, hogy majd, majd a, a szikúr ilyen majd az, az, volt az nekim, ász. Egyet. Ja, ja. És ott még volt egy inci is izgalom, nyilván már a 8 óra vége felé jártunk, mikor máskor történjen ilyen, az utamba került egy irgalmatlanul tanástalan öregnéni, És hogy ő a dubai gépet keresi. És nézem, hol indul a dubai gép, ahol mondom, jó van, jöjjön velünk, mi pont onnan indulunk mellőle, úgyhogy akkor elvisszük. És tényleg ilyen idős, nagyon lassan ment, és így, mintha nem ismerte volna a számokat, tehát így nézi, és így nem láttam a felismerést a, 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 szemében, és így nagyjából minden egyes ilyen kapuszámnál megállt, és így nézte össze, hogy az az, nem az, és így teljes káosz volt szegénykém, úgyhogy a alá vettem, és jöjjön velünk, majd mi fölrakjuk a gépre és be is állt a sorba, mi is a mellette lévő kapuhoz, így nézek, nézek, forgalódok, és egyszer csak azt látom, hogy így ellenkező irányba elindul a néni nagyon lassan. <laughs> Meg mi történt, bakker? Ha hát a boarding volt, föl kellett szállni a gépre, mi, mi, mi a fele van? Oda megyek hozzá, hogy mi történt, és mondja, hogy hát, hát nem ez az ő gépe, de hát mondom, ez az egyetlen egy dubai volt, mi az, hogy nem ez az ő gépe? És kiderült, hogy ö, túl számlázták egy kicsit azt a járatot, és akkor volt kicsivel később mégis egy másik dubai gép, és akkor így átosztották oda a, az emberek egy részét, de nyilván a 80 éves nénikét kell átküldeni a, a másik járathoz, és nem mondjuk valaki fiatal, de <laughs> teljesen mindegy. De mondom, semmi gond, akkor segítek neki megtalálni ezt a másikat is, mert hogy magába, magától a büdös életben nem jutott volna el oda, és akkor így elindultunk. És kiderült, hogy az a másik dubai gépbakker, amivel szintén zajlott a, a boarding, az konkrétan a repülőtér másik oldalán van. És a irgalmatlanul hosszú alapterületen terül el az isztambuli repülőtér, és Visszafelé kilépve egy ilyen 10 perc volt nekem sétálni az egyik végéből a másikba, ott a kiírások szerint egy negyed óra lenne a, a séta a, ahhoz a, 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 kapuhoz, tehát a kis lassított felvétel nénivel szerintem egy 20-25 percig biztos, hogy elkolbászoltunk, és közben állunk meg már majdnem indult a boarding, úgyhogy Kinga szegényként már idegbajt kapott, hogy hol a faszba vagyok, méregdrágán fölhívott a, a, a repülőtéren, hogy, hogy mi van. Úgyhogy ilyen izgalmak is voltak még, de aztán állítsanak, felszálltunk a repülőre, és irány Delhi. És, Erlánc, a szín, cicák és a, a, mamák számíthatnak. Igen, arany szíven van egyszer, ezt fog elvinni, vagy nem tudom mit. De nem hagyhattam szegényt ott. Vagy vasztom, az biztos, időérzéket, nem tudom. Tehát... Hát ezek így, nem vagyok százas az a lényeg. De vidd el esetre, Turkish airlines szóval mentünk, aki ugye egy nagyon-nagyon jó légitársaság, ők adnak kaját is, mint normális légitársaság, meg odafelé egy 737-es géppel, és delhi meg egy 777-es baszom nagy boeing mentünk, ahol itt a kis támlába előtted <kül> ilyen kis tablet van beleszerelve, amit tudsz billegtetni, és filmek, hát és premier filmek, meg minden, úgyhogy azért eltelt az út odáig és ott már nem izgultam azon se, hogy lerobbantom a táskámat, elpakoltam normálisan az aktívan használt akkumulátoromat, és az aztán az elérkeztem. Egy repülőút alatt, töcsém, az összes hibát összeraktad, azt tuti. Ne, ne, mondom még csak, de igen, végül is megvolt a robbantás is, a majdnem robbantás, úgyhogy igen. Kísérl nagyobb, leg a, legalábbis kísérletet tettél rá. Igen, amit el lehet baszni, azt konzekvensen elbasztam. De mégis minden, minden próbálkozásom ellenére megérkeztünk Indiába és Delhibe, ahol aztán megcsapott minket a helyi smog. És pff, a csúnyát fogok mondani, bazd meg. Az a smog, ami ott van, ez, ugye szokott itt Pesten is lenni smogriadó, meg ilyesmi, de hát az, az úgy nem az. Tehát ott nincs smogriadó, és száz méterre alig látsz el. Olyan irgalmatlanul kaparja a torkodat, eszméletlen. Olyan, ne, nincs rá szó, hogy a, a normális alapállapot, amikor nincsen smogriadó elrendelve, annyira brutálisan durva, hogy az elmondhatatlan. Azt meg kell tapasztalni. Elképesztő. És ebbe élnek embermilliók a hivatalos adatok szerint 15 millió, a legutóbbi nép, félhivatalos népszámlálás szerint 22 millió környékén, de csak azért annyi, mert valahol abba hagyták. De, de csomóan élnek úgy, akik ilyen megszámlálhatatlanok, és utolérhetetlenek, és, és, és semmiféle rendszerben nem szerepelnek. Elképesztő embertömeg él ennyire brutális smogba. Nagyon durva. És ami a legdurvább vicc, hogy a forgalom, hát olyan, úgy néz ki, a forgalom Delhiben mint amikor egy ilyen természetfilmet nézel a, a vérről, meg az erekről. Hogy így kitölt, mindent kitölt a folyadék az erekben, és folyamatosan áramlik, és így jön jobbra-balra. Tehát pont ilyen megállás nélkül minden egyes 10 centi, a követési távolság az így 10 és maximum 50 centi között, mindenki dudál, és folyamatosan megy a forgatag, és basszus, nincsen különbség a között, hogy az mondjuk délután kettőkor történik, vagy éjjel kettőkor gyakorlatilag megállás nélkül megy a forgalom a városban. Nagyon-nagyon nagyon durva. Hát egy picit durvább, mint Bukarest, de én nekem azért vannak ilyen képzeléseim arról a fajta közlekedésről. De az az érdekes egyébként, hogy nem idegeskedik senki. Mondta, azt beszélgettük Kingával, hogy megállás nélkül dudálnak, de nem ez a magyar dudálás, ami a magyar dudálás az valahol az édesanyád és a baszógy meg között félúton, ilyen esemény utáni indulat levezető történet, hogy itt mindenki dudál, és, és úgy ilyen kedvesen dudálgatnak, hogy hello, jövök, én is itt vagyok, én is itt vagyok, és mindenki dudál, mindenki tudja, hogy valahonnan jönnek. A teherautók hátuljára rá van írva, hogy Léci dudáj, létszi dudáj, úgyhogy teljesen benne van az egészben. A lámpák azok így, mint ahogy se egy, egész, És olyan brutálisan tudnak vezetni a buszvezetőt, így megnézel, itt van egy buszvezetőt, az így nagyjából így elalszik, miközben vezet. Ott, a, ugye busszal mentünk a, a városok között, ilyen bérelt buszokkal, és, és volt alkalmunk megnézni az indiai buszvezetőt, hogy úgy jár a feje, mint a motolla. Tehát így megállás nélkül, jobbra-balra, 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 tehát így elképesztő mennyiségű munkát fektet bele, hogy átlásson mindent, és iszonyat jó, elképesztően jó vezetnek. Tehát olyan trükköket láttunk tőle, hogy, hogy az valami elképesztő. Tényleg itt a 10 centis követési távolság, két kamion között beelőzni előre, <laughs> minden. Iszonyat érdekes a, a dolog. <kül> és és a lényeg, a lényeg, hogy megérkeztünk Dubajba, és megérkeztünk abba a szállodába, ami nincs messze a reptértől, igazándiból ilyen tranzit szállodának szokás használni, nem is volt egy nagyon kiemelkedő, jó ö, vendéglátó ö, ipari egység, vagy ilyen szállás, de nagyon praktikus volt az elhelyezkedése miatt, és, és akkor bepróbálkoztam a, a kis szik hotelvezetőknél, hogy akkor elektromos szigaretta utántöltőt szeretnék, és mondta nekem a legblődebbet, hogy szerintem menj ki ide a sarokra, a trafikra, és nézd meg. Ha mondom, az meg, ez lenne a nagy tudományod, hogy szerzel nekem elikvidet, tehát ez mi az? a vicc, hogy próbáljam meg az első legközelebbi trafikot, és biztos lesz nekem elikvidem, ha mondom, megeszem a kalapomat, hogyha ez így lesz. És pak, kimentem. És ott volt. És után töltő van. Persze! És így mutat a hátamögé, mögé, és ilyen, hogy hívják, egós kezdőszettek összecsomagolva. És mondom, olyan is van, ami külön van, és így nem elcigíve. Persze, és így egy ilyen nagy dobozt, benne tíz számomra teljesen ismeretlen elikvid, és, és akkor vettem belőle ötöt, 600 rúpiáért, ami azért érdekes egyébként, mert amikor kibontottam őket, és megnéztem, akkor az ajánlatfogyasztási darabár az volt 600 rúpia, úgyhogy Gyakorlatilag ötödáron sikerült megvenni. Hát a, de lehet, a, hogy már ott volt öt éve, baszki. <laughs> lehet, nem, nem lehetetlen. Abszolút nem lehetetlen. 600 rupi Így. az mennyi forintba? Nagyjából négy és fél a váltó. Tehát a, a, a ilyen 2500 forint környéke lehetett az az öt, tehát ilyen kb. 500 forintért vettem, 15 milliliterenként 500 Jézusom. forintért. Úgyhogy na, na, nagyon jó áramhozzá és legalább volt likvid. Egyetlen egy hátulütője volt, hogy mindegyik nullás. A másik hátulütője pedig az, hogy, hogy fogalmam nem volt, hogy melyiknek milyen íze van, mert hogy ilyen gu gundipán és hasonló fantázia nevek voltak, meg ex on the beach és ilyen, ilyen dolgok. A, amit tudtam és kiszűrtem, hogy mentol, meg mint, meg ilyenek, azokat nem vettem meg, mert az biztos, hogy nem ízlene, de megvettem ezeket, és én, hát remélem valami gyümölcsös, vagy dohányos ízek, vagy, vagy valami ilyesmi, és nem azok voltak. Ha nem tudom, járt e már ilyen indiai boltba, ahol bemész, és ez a füstölő szag, ez irgalmatlan többféle füstölőnek a, a, az illata a levegőben. Na kb. olyan íze meg illata van ennek az egésznek, mint hogyha megennél egy ilyen indiai boltot. Jézusom! Elképesztő, brutal. ugyanaz a füstölő íz az elejétől a végéig. És így néztem Kingára, hogy ezt hogy fogom én elszívni itt egy hétig könyörgöm, ez, amúgy sem szeretem a füstölőnek az illatát, de hát ez, ez kész, de hát szükségtörvényból most mi a fenét csináljunk. Úgyhogy az volt a stratégiánk, hogy Kingának adom az én 50 millisemet, az úgy neki nagyjából elég egy hétre, annál is inkább, hogy ő hármas szív és az enyém az hatos volt, és én meg annyit használok el belőle, hogy egy kicsit ezeket a nullásokat fölöntögetem, hogy legalább valami távolról nikotinra emlékeztető dolog legyen benne, és, és hát borzalmas volt elsőre, de a vicc az az, hogy, hogy így az utazás végére megszoktam. Még, még itt is vannak, úgyhogy sikerült mentenem. És már, és, és már kedvenced lett. Nem, kedvenced nem. nem Gondolkozó rajta, így... hogy Indiából honnan a picsából fog likvidet rendelni. A gundipánom, úristen, kérem a gundipánom. <gül> <gül> és, ahogy, a végére megkedveltem, és egészen kellemes volt, és tök jó kibírtuk egyébként, még maradt is egy, nem tudom, egy ilyen 5 milli nagyjából az itthon megkevert kis málnás csodából, málnás ribizlis csodából. Hát, nagyon-nagyon érdekes volt, és a vicc az az, hogy visszafelé meg már így fogytak, és akkor eszembe jutott, hogy igazából tök jó lenne, hogyha meg Boris is írta valamelyik Facebook posztra, hogy hú, nagyon kipróbálná és, és drippelni orvérzésig. Na hát akkor csak nem kéne az összeset elfogyasztani, hozok az a belőle egy kicsit, és akkor tarthatnánk egy ilyen Charlie, Boris, én, ha esetleg te is erre jársz te, egy ilyen indiai likvid kostolót <laughs> dripperekkel. Úgyhogy elszaladtam még oda a trafikba, hogy jó, van, akkor hát ha jött utánpótlás, vagy még a, a többi maradékból veszek egy keveset. És utánpótlás nem jött, és nem is az a csávó volt, és így. Ah, neked adott el a bátyám ötöt múlt héten. <laughs> Csodásan hmm. Csodaszámba mentünk ingával, hogy mi vagyunk azok, akik végre-végre elikvidet vettek náluk. Holnapra lesz, holnapra lesz, holnap hoznak. Hát mondom, figyelj, mi hajnal háromkor indulunk vissza, úgyhogy emiatt ne kapkodjátok magatokat, mert nem szükséges, de, de, de köszönjük szépen, mondd meg a bátyádnak kérlek, hogy az életünket mentette meg kb. <laughs> úgyhogy így. Úgyhogy most van rengeteg indiai elikvid itthon, ja és a vicc az, az volt, hogy a második alkalommal, amikor ott jártam, akkor hát valami másmilyen íz nincsen, és így elkezdte szétbontani a, a kezdőszetteket. Itt van ez, itt van ez, és ilyen likvák voltak egyébként a, a kezdőszettekbe, és így teljesen így szemrebenés nélkül, jár, legnyugodtabb embereként szétbontotta a kezdőszettet, és így eladta nekem belőle a, a, a hozzájáró likvidet. No, jó, hát, hát így, így ez ezt hívják, India. tűzoltástak, érted? Mert már öt éve ott állt a polcon, legalább a likvidet eladta belőle. De kontroll, igen. <laughs> Úgyhogy most itt van egy marék ilyen likva, meg valami kínai borzadály, meg, meg, ezek, a, meg ezek az indiai, ami egyébként a felirata szerint Olaszországban dizájnolt <laughs> likvidek. Olaszországban füstölőre dizájnolt likvidek. Egészen elképesztő. Úgyhogy a nagy pacsuli teszt az mikor lesz, azt nem tudom, minden esetre itt van e félre vannak téve ezek a csodálatos elikvidek, hogy megteszteljük és megmeózzuk, hogy milyen. Hát te úgy úgy járt, amit, te úgy, úgy járt ez a sztorival, mint én senzenben az e cigarettával hogy ma ú, majd Senzenbe, micsoda izé lesz, érted? Egy, ku, egy, embert nem láttam el cigizni, egy bolt nincsen, és ott gyártják, érted a, mit tudom én, a világ cigarettájának a 90 át Hihetetlen. Nem is az, hogy elcigizni, én azon lepődtem meg rettenetesen, hogy, hogy nem láttam embereket dohányozni. Az, az odáig oké, okay, hogy, hogy bételt rágnak nagyon sokan, és köpködnek meg minden, de hogy én azt hittem, hogy azért, mint egy ilyen harmadik világbeli országban, azért fogok látni dohányosokat. És, és nem, szerintem az egész idő alatt, amíg ott voltunk, maximum, ha tizet láttam, akik dohányoztak. Nagyon-nagyon nagyon meglepő volt. Egy meg igazából egyet se láttam, csak, csak ahogy hívják be az isztambuli reptérnek a, a dohányzó helyén, de ott minden egyes elcigisnek nagyon örültünk, hogy ha megláttuk őket. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy hogy nem dohányoznak. Vagy nem dohányoznak az utcán, esetleg még ez lehet. Nagyon-nagyon meglepő volt. Hát pedig India ö, igen nagy dohánytermesztő hát ország igen, a... egyébként. De, de, de ez nem biztos, még... hogy fogyasztó is. Tehát... Ja, ja, ja. ja. <coughs> emlékszem még a, a tavalyi WHO konferencián is ott próbáltak tüntetni, és aztán eltakarították a dohánytermelőket. De hogy érdekes, érdekes volt nagyon. És még egy jelcigi el sztorimban, Indiából, a Jaipurba megpróbáltuk megtalálni azt az egyetlen elcigi boltot, amit sikerült online találni, és és azt nem tudom, hogy mondtam-e, vagy, vagy nem mondtam, hogy gyakorlatilag átutaztunk a város másik végébe 20 kiló, de ezt mondtam, 20 kilométert utaztunk tuk-tukkal, hogy Csak eljussunk azt, oda. azt nem mondtad, hogy milyen volt az, a szakbolt. A szakbolt kérlek szépen, pedig már készültem, hogy csinálok ilyen kis videófelvételt róla, mennyire jó lesz, bemutatom, elmondom, hogy kik vagyunk mi, kik vagytok ti, stb. Tehát ilyen jó kis videót össze akartam rittyenteni, hogy mindenki megnézhesse itt, hogy milyen egy igazi indiai szakbolt. És hát először, amikor ott odaértünk, mert hogy úgy vannak az indiai címek, hogy az valami egészen elképesztő, hogy van valami szám, és akkor olyan egy, úgy kezdődik a cím, hogy a valami mellett, valami mögött, és így a pláza mögött, ez és ez az utca ennyi. De olyanokat is láttunk, hogy az a cím, hogy a reptér mellett, a KFC mögött, és de komolyan és mi lesz a címmel, hogyha mondjuk megszűnik a KFC, vagy vagy valami na mindegy, nem is ez a lényeg, az volt a cím hogy, hogy meg, meg is néztem a térképen, hogy tényleg ott van valahol, azt nem tudtam, hogy ez egy pláza csak amikor odaértünk és Ja, itt még nagyon bizarr volt, hogy nagyon sokan írás és olvasást, írás tudatlanok nem tudnak olvasni se, és gyakorlatilag úgy kellett volna eljutni a város másik végébe, hogy egy baszom hosszú, baszom széles, nyílegyenes út vezet A-ból B-be. És a, a kis tuktukosunk tudja, hogy hova kell menni? Tudja, hogy hova kell menni. Jó, jó van. Mondtuk neki az egyszerűség kedvéért, hogy Jaipur Hospital, az ott van a, a túloldalán az útnak pont szembe, az a térképről kiderült. Persze tudja, és így elkezd nem egyenesen menni, hanem egészen más felé. Tudj, biztos tudja, hogy hol megyünk? Persze, persze tudja. És megyünk, megyünk, és már nyilvánvaló volt, hogy kurvára nem arra fel, megyünk, amire menni kéne. És egyszerűen csak így megáll, és így boldogan közli, hogy hospital. Hát mondom, hospital ember, hospital, de ez nem az a hospital. De ő elvitt minket egy hospitálhoz. Na minden, a lényeg a lényeg, hogy amikor Jaipurba, egy tuktukba gyakorlatilag egy angolul nem tudó embernek próbálod elmagyarázni, hogy merre kéne menni, és te navigálod a helyi tuk-tuk hogy eljussatok A-ból B-be, az egy kicsit bizarr volt. Minden esetre nagy nehezen sikerült elnavigálni az úri embert oda, és akkor megérkeztünk, és kiderült, hogy ez egy óriási hodály nagy pláza, ilyen dupla épület, összekötő hiddal, full modern, minden, amit akarsz. És akkor próbáltam ott a beengedő, mert hogy olyan is, mint egy hotel, hogy ilyen biztonsági csekk van, len, kis libériás beengedő, security emberek, meg ilyenek. Kérdeztem őket, hogy hát így ezt a címet keresném. Mm, iPhone volt, nem iPhone volt. Ja, e-cigaretta volt. Ó, elnézést kérek. Most egy pillanatnyi csekket, egy intermezóra lenne szükség, mert megérkezett Kinga, aki kulcs nélkül ment el. Bársz egy picit, fifika. Uh, hogy Oké, okay, köszi. Krisztián most. Uh, Elég drágaságom. Krisztián most épp Kingával beszél. Jó, mikor a... mindjárt. Szaladjak neki uh. felé. Oké, okay, szaladok kifelé, gyere. Oké, okay, most szalad kifelé, Krisztián. Akkor kis türelmet kérnék szépen, Fifi, akkor rögtön jövök. Szalad, 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 dobognak a lábai. Kinyitotta az ajtót, vagy pecsukta. Most kinyitotta a másik ajtót. Majd én közbe közvetítek. De azért ez az indiai utazás, azért ez nem volt piskóta. Lássuk be. Én láttam egy fölvételt, amin egy riksáról ö, filmezett a Krisztián, és hát ö, nagyjából az a feeling volt, mint ö, Romániában, amikor ö, elterelték az utat a cigánytelepen keresztül. Tehát így mindenféle borzasztó kaibák, emberek, hú, úristen, de ehhez nem kell Indiába menni elég csak itt a közelbe megfordulni, illetve egy-két elterelést végigjárni. Na, amíg oda van Krisztián, addig fölhívnám a hallgatók figyelmét a Krisztián által elkövetett hibákra. <kül> Tehát egyrészt próbáljunk meg olyan palackba vinni likvidet, amin van valamiféle hitelesítés. Hogy ez a palack biztos, hogy 100 ml-es, vagy én azt javaslom, hogy inkább 80 vagy 50 ml tegyük a likvidet, és akkor nem esünk ebbe a csapdában, be a Krisztián az arom, tehát azt az elképesztő dolgot, hogy egy akkumulátort bedobni egy olyan táskába mindenféle védelem, tehát érdit, tok doboz, kotongumi bármi, ami megvédené a, a rövidzártól egy kulcs csomó mellé, azért az óriási bátorság. De megjött Kinga, legalábbis a hangja. A, hamarabb ideért, mert az ugye hangsebességgel jön. Krisztián meg szerintem fölvette az öregnéni tempóját, és majd egyszer ideér. Előbb persze megbeszélik a, a család a, egyéb a, ügyes, bajos dolgai, aztán podcast tovább. Meg is jött Krisztián. Közben én szóval tartottam a nagy érdemű közönséget mert hozzászoktam hozzá hogy egy magam podcastelek monológ monológ, jó. igen az, hú, az egy ha. nagyon jó hangszer az egy nagyon jó hangszer a monológ na, akkor visszatértem, kérlek szépen és ott tartottam, hogy az iPhone boltot keresem-e, vagy sem és mondtuk, hogy nem, nem egy boltot. a oh, harmadik emelet a másik épületben onnan jó van fölmentünk, a harmadik emeleten természetesen sehol egy egy cigaretta volt. biztos, hogy biztos, végigjártuk az egész plázát Kingával, és sehol egy egy cigaretta volt. Úgyhogy akkor jó, hát végül is a címen is rajtam, hogy mögötte, meg a térkép is, amit néztem, az így nem erre az épületre jelölte. Nézzünk körbe, keressük meg, mert ha már idáig eljöttünk, akkor nincs, nem adjuk föl, meg kell találni a helyi ecigi szakboltot. <coughs> és Kimentünk a plázából, nekiálltunk ott mászkálni, a, a egy utcával arra hogy már egészen lerobbant a környék a plázához képest, és, és, nem találjuk. És bárkit megkérdeztünk, ott volt egy ilyen nagy butorbolt, egy hotel, és a, megint ezzel az érdekes indiai hülyeséget kérdezve, hát mit tudom én dologgal. Mindenhol azt a választ kaptuk, hogy ó, igen, valahol itt van a környéken, nagyon közel van, de nem tudom, hogy hol. Ha mondom, ember, ez nem igaz. És a végén az, a, arra jutottunk, hogy most már azért indulnunk kéne vissza a csoporthoz, mert eltelt rengeteg idő, és úgyis tuktukkal kéne menni, akkor mondjuk meg a tuktukosnak a címet, hogy vigyen el oda. Persze, tudom, tudom, hogy hol van mondja a tuktukos, és elindul velünk, és megy, 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 és egy ilyen, tudom én, ilyen zöldövezeti utcába megáll, itt van, és kiszállok, és a hástám, háztám a stimmel, csak az utca nem. <laughs> Na, oké, rendben, hát ez nem az, de tudja, hogy nem baj, akkor most már menjünk szépen vissza. elindultunk vissza, ez a történetnek a vége egyébként, hogy minden, tényleg nagyon próbáltuk, minden igyekezetünk ellenére nem sikerült megtalálni azt a nyomorult elektromos cigaretta szakboltot, és a vicc az az, hogy amikor visszatértünk a szállásra, akkor megnéztem megint normálisan a térképet, és ott volt egy utcával arrébb, ha jól láttam. Tehát igazából csak egy utcával kellett volna arrébb menni, hogy meglegyem. De hát se baj, ez nem, nem akarták az égiek, hogy mi megtaláljuk ezt a szuper kis indiai szakboltot? Hát figyelj, tehát ha így felsoroljuk, hogy mit, mit nem akartak az égiek, mondjuk a, a legpozitívabb az volt, hogy egy a kulcsomó nem zárta rövidre az akkumulátorodat, Igen. de hogy nem akarták az égiek, hogy te likvidet vigyél Indiába, nem akarták, hogy megtaláld a, az elektromos cigaretta szakboltot. Pedig szerintem csak tényleg meg kellett volna jobban nézni ezt a tér. Vagy miért nem vitted magaddal a térképet? Azért, mert hogy ilyen offline térképet tettünk föl, a mapsme és valamiért az Istennek nem akarta rátalálni a jaipur a, a Mert amikor utoljára megnéztem, akkor még Vrindavamba voltunk, és így előszedtem a telefonomat, és az Istennek nem akart átugrani Jaipurra. Mondom, hát ez hihetetlen. És aztán nagy nehezen átgörgettem később persze, mert az ott akkor nem jutott eszembe, átgörgettem kézzel Jaipurra, és akkor meg már elkezdett működni. De magától valamiért nem akart, és akkor mondom, jó, hát ez nem működik, akkor hagyjuk a, a, a fenébe. Ezért, mert egyébként meg ott akkor már így az utcák között ki, eltájékozottunk volna a kis... Maps-es pinem, mert hogy amit weben néztem, az egy ilyen Google Maps-es kis pin volt, és ott már be tudtam volna lőni, de hát ezt is elbasztom. De sok, sok apróbb és nagyobb dolgot barnítottam én így Indiában. Tehát, szóval, komolyan. <coughs> Tehát elrepülni ennyit és, és megfosztani minket attól, hogy egy indiai elektromos cigarettaszaküzletet láthassunk, úristen... Hát Krisztián, erre nem találok szavakat, mint ahogy egyébként a, a hihetetlen a, tehát így nézegettem a Facebookon a fényképeket, amiket fölraktál. Hát öcsém, te komolyan, én karácsonyra veszek neked egy hátlapot arra a telefonra, tehát ez ez tragédia. De miért? Hát mit miért? Hát olyan, mint hogyha De egy mi? nylonharisnyába húznád a telefont, azt úgy próbálom. Mit segít vele. ezen egy hátlap? Hát gondolom, hogy mit tudom én. Nem, nem a hátlapon van a kamera üveg? De, de. Ja, hogy így kicserélni minden estül? Ja. Hát ez, ez nem olyan készülék, vagy nem olyan konstrukció. Összekaristolódott az a zsebembe valamivel, de tényleg konkrétan a fele össze van karistolva a, a lencsének a kamerán, és hát ez adja azt a gyönyörű szép Hát, hogy így... így. Küld, küldtél, Fá, egy képet, küldtél egy képet a smogról? Hát mondom, az meg, ez smog nélkül is ugyanilyen homályos. Tehát, nem, el, először tudod így néz, néztem a képet, és így próbáltam értelmezni, hogy most mit kéne ezen látnom. Hát ilyen szar a kamerád. Való igaz, de a, a rendes nagy képek kitettek inga, hogy hívják őket, a, a rendes képeket, és én is ott vagyok kontribútorként a a galériákba, úgyhogy három nagy közös galériánk van, azokat rendes fotóapparáttal készítettük, úgyhogy... De láttam, Charlie esképek. már javítgatott egy-kettőn. Mit javítgatott Charlie? Nem tudom, valami kép, képkivágásokról beszélgetett, hogy az úgy mennyivel jobb. Ja, hát figyelj, amikor át kell válogatnod, én nem is tudom. Tehát én csináltam 500 valahány képet, Kinga csinált 800 valahány képet, és és akkora volt a nyomás rajtunk, hogy előbb ki kell válogatni a képeket, meg kell csinálni, majdnem mindegyiken egy kicsit fényeltünk, tehát így föltuningoltuk, nekem már nem volt energiám. A végén a, mennyit mondtam, 800-500, ilyen ezer, összesen 1300 képből e, a végén maradt kb. egy ilyen 600, a, amit föltettünk Facebookra, és, és nekem már nem volt energiám. Ha azt még meg kellett volna kropolni, hogy a kompozíció is tökéletes legyen, akkor nagyjából eret vágok magamon, úgyhogy azt már nem. Olyan a vie. De hogy ott uh, és egyébként a fényképezőgép, ugye, mert, mert ezt azzal a géppel csináltátok, amit Kingának vettetek. Nem, ezt azzal is, meg az enyémmel is. Nekem van egy régi EOS, Canon EOS 10D, amit még indulás előtt gyorsan elvittem kipucoltatni, mert már tizen pár éve nem volt kipucolva, szegény. Meg egy nagyon rozzant, számtalan szor föltösz csapott, hogy hívjákom, Kanon zoom objektíven, és én azzal mentem, mert az én kezem ahhoz van szokva, Kinga megkattingatta az őszóniát. Úgyhogy azok ott két géppel készültek, azok a képek. Nem tudok szóhoz jutni. Mint ahogy az Alkotmánybíróság sem, tudott normálisat kiengedni magából ugye ez pont, pont akkor történt, mikor utaztatok. Öö, nagyjából igen, ha, nagyjából akkor történhetett. Jól emlékszem, és én direkt a két monokesztbe nem említettem ezt a számunkra azért eléggé lesújtó <tört> sztorit, mert hát egyrészt ugye a te munkát fekszik benne, Másrészt pedig mondjuk ennek az az lett a hátránya, hogy mindenki másrészt más. sokkot igen, igen, mindenki más előbb tudósított róla, úgyhogy én így, hogy, tehát láttam, hogy mi történt, de így nem fogtam föl, hanem tegnap itt a szállodában néztem a hírtévét, és a hírtévé híradóba. Tehát ami eddig, tot, akár tehát a fejen által sem ö, közöltek róla híreket, vagy mit tudom, az e-cigarettával kapcsolatban, nyilván csak ö, kvázi hoztak le. Ezt a hírtöcsém, átó cettig, természetesen volt olyan vágóképük valamelyik ö, régi e -Cig is ö, sztoriból, amikor a kamerába ö, nyomják a, a gőzt. Ö, meg bolt belső, ugye, ami már nem létezik ilyen állapotban, hogy ott volt. És így akkor, uh, akkor uh, ment át rajtam az egész tör, hogy bakker, bassza meg, ez is oda van. Na akkor, Krisztián, <tosz> köröze a törvényszéki héja e fölött, a sztori fölött, vagy uh, azt mondod, hogy nincs már tovább értelme? a törvényszéki héja természetesen köröz. Ö, hát, miután a, túljutottam a sok hatáson, mert hogy az alkotmánybírósági hírlevélből értesültem először, hogy hazajöttem, és itt volt azért pár száz olvasatlan e-mailem, és így mentem végig rajtuk, ó, mondom, alkotmánybírósági hírlevél, úgyse foglalkoztak velem, nézzük vég. puf, ez a számismerős, puf, elutasították. És akkor én letöltöttem a, a rövid indoklás helyett a, a teljes hosszú indoklást PDF-ben, és, és elolvastam, és hát nagyon elszomorodtam első nekifutásra, futásra. Mert hogy én azért igazság szerint többet vártam az alkotmánybíróságtól. Tehát kivált kép, amekkora tétje van ennek az egész történetnek, és, és az történt, hogy a, az alkotmánybíróság gyakorlatilag így ö, hogy is mondjam, elkezdte saját álláspontja kialakítása helyett, amit én vártam volna tőlük, és nem kevés érvet és tudományos kutatási eredményt tártam igazából a, a, a tisztelt testület elé, de gyakorlatilag elkezdte vakon követni a, azt, amit a sajtó csinál, tehát így, így olyan indoklással, hogy az európai joggyakorlat stb. mind arra mutat, és az európai joggyakorlat is egészségkárosítónak ítéli meg, hogy kit érdekel, hogy a joggyakorlat egészségkárosítónak ítéle meg valamit, amikor nem a joggyakorlat kéne, hogy eldöntse, hogy valami elképesztően káros, vagy valami inkább a nem dohányzáshoz áll köze. Na mindegy, ezt, ők ezt csinálták, és szerintem ezzel egy hatalmas lehetőséget szalasztottak el, és, és én egy pragmatikus megközelítést vártam volna, pláne azok után, hogy, hogy bejött a, a kedvenc uh, Ónodi Zoltán Gusztáv doktor államtitkár helyettesünknek, vagy államtitkárunknak elnézést, a, a, az elképesztő blőd zöldségeket tartalmazó pár oldalas hülyeség halmaza, amit aztán én ugye szépen kulturáltan 20 20 pár oldalba ízekre szettem. hogy ezekből így messziről üvölt, hogy itt ezek a dolgok nem fekete-fehérek. És, és mégis elment egy ilyen irányba az AB, egy dogmatikus, teljesen ilyen, á, szarunk rá nézzük meg, hogy mi a, a, az általános vélekedés, gyakorlatilag az általános vélekedés mi erről a dologról, és egy ilyen dogmatikus hülyesé, hülye határozatot hoztak ahelyett hogy pragmatikusan végignézték volna a, a dolgokat, és, és ami még, még több az egészben, hogy az egész érvelés során... Föl sem merül az, ami ugye a, a, az eszenciája az alkotmánybírósági joggyakorlatnak, hogy a, a szükségesség és az arányosság egy intézkedés szükségességének és arányosságának a vizsgálata. És innentől kezdve, hogy elmennek fekete-fehérbe, az arányosság, mint kérdés, megszűnik létezni. És úgy gyakorlatilag azt mondják, hogy léteznek azok az emberek, akik szándékosan semmiféle szubstanciát nem lélegeznek be, és a mindenki más. És hogy ez tényleg nem egy ilyen bináris dolog, hanem azért a skála elég sok szint magába foglal, és a, a, az egészségkárosítás tekintetében egyáltalán nem mindegy, hogy a skála melyik pontjához közel helyezkedik el e, a, a tisztelt állampolgár, ezzel így egyáltalán nem foglalkoztak. És, és nem tudom, hogy sikerült igazából ide kilukadni, lehet, hogy ne, nem, nem tudom, tényleg nem tudom. De hogy a kérdésedre is válaszoljak, a kezdeti sok hatás után gondolkoztam rajta, hogy mi a fene legyen, és ugye a hazai jogorvoslatokat kimerítettük, úgyhogy itthon gyakorlatilag felülről megváltoztatni ezt az egészet már nincsen módunk, és a lehetőségünk gyakorlatilag annyi, hogy hogy, hogy lobbizzunk, és reménykedjünk abba, hogy a fura idióták gyülekezete helyett egyszer lesz valami más is a, a döntéshozók körében és meg lehet változtatni ezt az egészet, de hogy a hazai jogorvoslatra már nincsen lehetőségünk, úgyhogy az egyetlen egy következő lépés az az Európai Emberi Jogok Bírósága. Ó, bassza, meg én azt hittem, hogy szósz a tálainak. Miért? Hát, ha a benzinár el tudta intézni, ne haragudjál már, akkor érted de hát a tálalói már megnyilatkozott el a cigaretta ügyében. Ez dohányzás helyett van, tehát úgy kell kezelni, mint a dohányzást. Jó, de hát okay, most rendben. meg lesz a molnak, hogy az ő szülőhelyén drágább a benzin, és levitték az árát. Hát, Krisztián, <kül> legyél már tökös. hát nem vagyunk, nem vagyunk olyan. Nem vagytok olyan viszonyban. Igen, igen, nem terelgettünk együtt Libát sajnos a tálai úrral. Úgyhogy, ha ilyen szuper képességeim lennének fifika, akkor nem ott tartanak, ahol tartunk. Úgyhogy ez nem lesz, helyette Európai Emberjogi Bíróság lesz, aminek az a fenesége, hogy ugye ők bármilyen határozatot is hoznak, az, az itthoni, itthon, tehát mondjuk a változás nem feltétlenül fog önmagában okozni, tehát amit ők ö, döntenek, az ö, nem hat ki közvetlenül a hazai joggyakorlatra, míg például az alkotmánybíróságnak hatalmában áll jogszabályokat megsemmisíteni, egy emberi jogi bírósági határozat ilyet nem csinál, viszont, viszont egyfelől nemzetközi fórumokra emeli a kérdést, és akár, mint például a Snüsszös per esetében más európai országok is becsatlakozhatnak a saját Véleményükkel, úgyhogy egyrészt egy sokkal nagyobb fórum elé, vagy jóval láthatóbb és érdekesebb fórum elé viszi az egészet, nemzetközi problémát csinál a, a dologból gyakorlatilag. A másik fele meg az, hogy ha ne adj Isten, úgy dönt az Európai Emberi Jogi Bíróság, hogy igazat ad az indítványnak, akkor az ugyanaz itthoni állapotokat nem változtatja meg automatikusan, de azért az egy nagyon-nagyon-nagyon nemzetközi szempontból is érdekes fejlemény lenne, hogyha az EIB kimondaná, hogy már pedig igen, az elektromos cigarettázóknak joga van az egészséghez ugyanúgy, és az egészséges környezethez. Úgyhogy meglátjuk, hát most fél év van rá, hogy, hogy benyújtsam ezt a, a történetet. Engem ismerve ez el fog tartani fél évig, Kifogott húzni? Nem, nem. Ki fogod húzni. Nem, szeretnék erőt venni magammal, hogy ezen most ne üljek fél évig, de, de hát nyilván ezt meg kell fogalmazni, normálisan meg kell csinálni, stb. stb. Úgyhogy én megyek tovább. Tehát én úgy próbálok nézni erre az alkotmánybírósági pofonra, hogy ez egy remek lehetőség arra, hogy hogy, hogy nemzetközi fórumokra vigyük tovább a kérdést. Viszont ja, ez... van egy érdekes fejlemény, ha már itt tartunk. Valószínű, senkinek kérdezze meg, hogy honnan van az információ, de valószínű, valamit csinálni fognak a nullás likvidekkel. Hm. De hogy mit? Remélem nem, nem azt, hogy a nullás likvidek is jövedéki adó alá fognak esni de valami történni fog a nullás likvidekkel. Uh, és én na nagyon bízom benne, hogy pozitív uh, irányba fog ez a dolog elmozdulni. Úgyhogy uh, türelem uh, likvidetterem, szokták mondani. <gül> <gül> és uh, mielőtt... Uh, nem is tudom, rátérnénk a, a film, sorozat és egyéb rovatunkra. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki támogatja a kis párásító podcast adásunkat. Úgyhogy ezúttal is minden Patreonnak, nagy, nagy köszönet és hála a támogatásért. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a sónóczt, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük! Köszönjük! köszönjük. És köszönet Charlinak is, amiért fáradhatatlanul tekergeti a pótmétereket a virtuális keverőpultján, és próbál a hangminőségünkből egy emészthető adást összevarázsolni. Mert azért, mint azt tudjuk, nem, nem mindegy, illetve én, én most már elég sok podcastet hallgatok más témákban és csatornákon is, és hát bizony igazán óriási, hogy is mondjam, Nívóbeli eltérések vannak a hangminőséget, illetően nyilván nem a tartalmat, hanem a hangminőséget. Ami javunkra? Illetően Én azt gondolom egyébként, hogy igen, tehát ezt mondtam a Csárlinak is, hogy abszolút meglepett például a, a hogy hívják, mindjárt eszembe jut, öreg vagyok. Már egy kicsit a tudod, az acsejtjeim nem, nem úgy ö, mozognak. A Totál Károsoknak van egy podcastjuk, azt hiszem, Égéstér címmel, és botrányosan szar a hang. Tehát hm. nem, a, nem, nem, nem a hangminőség a szar, hanem hogy, hogy így kifordulnak a mikrofonból, hogy egy kocsiban gyakorlatilag az adás 30 a halhatatlan, pontosan ez miatt, mert hát egy autóban ülsz, van egyfajta hangerő, és akkor azzal a hangerővel autózol, a, miközben hallgatod az, az adást, és nem tekergeted fel, hogy ú, basszus, most a Winkler halk, érted, és akkor vissza utána, Tehát egy, szerintem botrányosan szar ilyen szempontból, nyilván a téma meg a, a, az egész adás rettentően érdekes, de hogy ez nagyon csapja az egyébként jó podcastjüket, az, az valami tragikus. Amúgy. Szerintem nekünk van szerencsénk, hogy Charlie ilyen maximalista, és a kis mágikus kezeivel és a fülével. Addig igen, igen, addig igen, bungolja, igen, 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 igen. És még nem azt. voltál itt, Billion Lives évforduló volt, Krisztián. Bizony, bizony. Én én elmondtam mindent, úgyhogy most emlékeket. légy szíves, te beszélj a Billion Lives-ról valamit, ami ö, esetleg így szívesen fölidéznél róla. Hú, mit idézzek föl? Hát az egy nagyon sűrű egy időszak volt, ugye? annál is inkább, hogy nagyjából pont az időtájt volt. Kb. pont egy évvel ezelőtt lettek az lett benyújtva az első alkotmányjogi panasz is. Ugye Oszi még a hóna alatt a, a, másolattal érkezett azzal a sok száz oldalas dologgal a premierre, hogy, hogy hogy jaj, de nehéz, nem, nem tudtam fölkészülni gondolatban erre a kérdésre. Úgyhogy ami nekem nagyon Amire nagyon emlékszem, az a mellényúlás volt az első estét illetően, amikor elmentünk vacsorázni, és Charlie szerint a hely nem ütötte meg annyira a nívót, és ráadásul a 9. kerületben pont lomtalanítás volt. Úristen! És viszont, viszont erre emlékszem, hogy így nagyon elkerekedett szemmel nézték a lomtalanítás jelenségét az amerikai barátaink, illetve, hogy hogy Dave nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, tehát ott már az asztaltársaság, az, az már így kókadozott és félig aludt, és még mindig beszélgettünk, mindig beszélgettünk volna. Meg nagyon-nagyon jó élmény volt a kis pihenőszekcióban másnap napközben el kísérni őket a Gellértbe, és hogy mennyire élvezték itt a négyes a, a metrón utazást, meg a, meg a Gellért fürdőben henyélést, és hát aztán igazából tényleg maga a, 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 premier is, hogy így vissza, és nem is igazából a másik oldaláról kéne megközelíteni, hogy mennyit készültünk a, a, a támogatói weboldallal, ahol én már ilyen agyfaszt kaptam a végén, mert Charlie maximalizmusát akkor sem tudta otthon hagyni, és így szívta a véremet minden egyes kis apróságért, hogy mit kéne még, hogyan kéne, meg minden, de hogy a végeredmény tök jó lett, igazából, és, és, és ott a, 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 az előkészületek is, hogy hol legyen a helyszín. Basszus, nem válaszol hetek óta az uránia, hogy egy rengeteg idegeskedés, rengeteg utánajárás, rengeteg apró kis, kis valami volt vele, tehát akkor tényleg hetek óta Charlie gyakorlatilag nem aludt, vagy a beleölt időtől, vagy ha éppen lett volna egy kis ideje, akkor a, a stressztől nem tudott aludni, és és, és hogy és ez megint csak valamilyen szinten csálli maximalizmusának köszönhető, hogy, hogy egy elképesztő szép helyen, elképesztő majdnem százszázalékig gördülékenyen ott ugye egy-két támogatói jegyel volt, némi kis botladozása a, beengedésnél, de hogy alapvetően sem Charlie nem rendezvényszervező, te sem vagy az, én sem vagyok az, tehát abszolút nem a, a, szakterületünk az egész, de hogy, de hogy mégis, és mondom, ez százszerzelékig biztos vagyok benne, hogy Charlie irgalmatlan kitartásának buldog vasszigorának és, és maximalizmusának köszönhető, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag egy egészen profi rendezvényt sikerült összehozni, és amikor egy évvel előtte beszélgettünk Erronnal még még Bécsben, hogy milyen lehetőségeket lát arra, hogy, hogy eljöjjön ide a film egy premierre, hogy, hogy, nagyon sokáig nem úgy állt a, a, szénánk, vagy az a bizonyos rúd, vagy, vagy hogyan mondjam, hogy, hogy ezt tető alá fogjuk tudni hozni, és, és aztán csak hirtelen így nagyon-nagyon fölpörögtek az események, és, és hát aztán a vége, ugye az urániai premier lett egy, egy elképesztően jó társasággal, nagyon-nagyon jó körülmények között. Nekem ez egy ilyen, nem tudnék kiragadni egyet, hanem ez egy ilyen nagyon komplex, nagyon összetett, hosszú időt átívelő élmény csomag és élmény cunami a, az egész egyben, és most, hogy így, így, így gondolok, és így tolulnak vissza az emlékek a, a, az előkészületekről, a közbéről meg mindenről, hogy ez az egész, nekem ez az egész így egyben egy ilyen ennyien hatalmas csomag, és aztán természetesen a, a, a támogatók, az a rengeteg támogatás, rengeteg bíztatás és szeretet, amit, amit kaptunk a közösségtől, meg ennek az ellenkezője is természetesen, mert Magyarországon élünk túl szép lenne, hogyha egy egységes közösséget tudnánk felmutatni, hogy hát pont a múltkor az jut nekem erről eszembe, hogy a, a cég miatt a múltkor egyébként soha nem volt nekem linkedin kántom, és nem is érdekelt az egész linkedin dolog, eldolgozgatok, nem foglalkoztat engem ez az egész kérdés, és a cég miatt csináltam egy LinkedIn-ekkántot, és az, hogy mindenféle kérdéseket tesz föl, hogy egy magánprojektek, ilyesmi, és, és így hogy nem mi a tökömet írjak, és aztán akkor eszembe jutott, hogy hát basszus tényleg, podcastelés, a, a premier, ezek a dolgok, tüntetések, stb. És hogy így akkor esetlen nekem igazából, hogy az, amit, és tényleg nem szeretném kifogni a szelet Charlie vitorlájából ez ügyben, mert ez azért javarészt túlnyomó résznek köszönhető, hogy létrejött és olyan lett, amilyen de hogy, hogy hú basszus, részt vettem egy ilyenbe, hogy egy ilyet össze tudtunk hozni. És hát elképesztő. Én azt gondolom, én komolyan, amikor legelőször az ötlet szintjén fölmerült, és tudod, így mond, mondta a Charlie, és akkor és akkor csinálnánk, képzőt, és akkor tud, jöttek ezek a vakítások, hogy, és akkor csinálnánk egy ilyen premiért, és akkor limuzin, és izé, és mi? Hát mondom, ez oké, okay, mondom, figyelj. Álmodozza a hülyedőnek. Hát, de tényleg, tehát ez a... Ez a tehát ő, ő, ő neki volt egyfajta víziója erről az egészről, Amibe én, tehát így visszagondolva erre az, az, egész dologra, és ugye most már egy évvel utána vagyunk, nekem nem, hogy vízióm nem volt, hanem, hogy én még ezt meg sem értem álmodni. Érted? Tehát <laughs> ezt valaki így mond, mondta volna, persze, mondom, mennyi hazafeküdj, -e majd kihozom, azt az holnap beszélünk róla. De, na, szóval kell, kell egy ilyen, ilyen buldog típusú uh, ember, aki ezt így lemenedzseli, uh, és még egyszer mondom, a legfontosabb az volt, hogy neki volt egy kész víziója erről Igen. az egészről, és uh, amikor így beindult, akkor meg már mindenki uh, tette a dolgát, hogy ez a vízió olyan legyen, amilyennek ő ezt már a legelején megálmodta. Tehát azért ez így érdekes volt ebben a projektben részt venni, és ezt így tényleg minden, hogy mondjam, álszerénység nélkül mondom, hogy én azért is nem léptem előrébb, vagy a, vagy a frontvonalba, mert, mert annyira láttam, hogy, hogy ez az ővé, meg a tied, ti vagytok a pestiek, úgyis ti fogjátok az, az egészet szervezni. Én gyakorlatilag tényleg csak azt figyeltem minden nap, hogy ki fizetett, ki jött be, kit kell kicsekkelni, a listákat rendbe tenni, a számlákat kifizetni, ettől jött számla, ettől nem jött számla, ettől proforma jött, ettől még kell a számla. Ú, tehát azért ott a, a, a háttérmunka se volt piskóta, csak a, tényleg, hogy szerencsétlen Charlie annyiszor fölhívott ilyen halál idegesen te Hívd már fel az urániát! Nekem már nem veszik fel a telefont. Fú, mennyi izgulás volt. Jaj, Rettentő. Én, én ezt komolyan mondom, életemben egyszer éreztem azt, hogy most meg fognak lincselni. Még a, az, az átkosban a Csillagok háborúja második részét premier előtt egy héttel vetítettük Szegeden. Azt figyelj, tehát ez körülbelül egy, egyébként, hogyha, egyébként, hogyha belegondolsz, ez, egy, ez legalább egy akkora fegyvertény, tehát hogy, hogy én is még akkor ez ilyen, ilyen nem tudom, 20 évesen, vagy 22 évesen azt, azt, mondtam, hogy, hogy bakker, csináljuk, érted? És nem lehetett mozi egy tehát árat szedni, vagy mit tudom én, nem lehetett bevételed, ugye ez egy galaktika uh, sci-fi klub volt, és uh, az egyik ismerősünk uh, meg tudta szerezni, érted, a filmet. Tehát nem az, hogy a videón valami másolatot, vagy a, a filmet. A tekercset. A tekercset. <laughs> és új Szegeden volt egy művelődési ház, aminek, uh, tehát az egy olyan nagy terme volt, mint egy rendes moziterem, két vetítő, két állás, tehát abszolút alkalmas volt arra, hogy ott egy mozifilmet megszakítás nélkül le lehessen zavarni. Semmi gond nem volt, oké, okay, akkor nem szedünk egyet. viszont csak klubtagságival lehet belépni, úgyhogy abban az évben a Galactica uh, sci-fi klubnak 400 tagja lett hirtelen. Tehát <hállt> 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 Konkrétan, konkrétan, a papír zsebkendőt nem lehetett leejteni a, a álló, mert álló, tehát mind furra volt az egész. Persze mi úgy voltunk, mindenkit beengedtünk, aki kifizett a 100 forintos klubtagságit, és vonattal jött a film, és a vonat késett egy és nem tudom én, egy óra húsz percet. Tehát azt azért így el képzelni, hogy tömve van a művelődési ház, és egy óra 20 percet várnak. Wow. Én akkor azt hittem, hogy ott felakasztanak. Na mindegy, ez, ez tényleg csak így eszembe jutott, hogy, hogy állt, merni kell álmodni, és aztán meg kell tenni mindent azért, hogy amit megálmodtál, az megvalósuljon. Úgyhogy ez van. Viszont Bakker sorozat. Na. Gondolom, te Indiában voltál, nem, nem nézted a Star trek -et. Most kezdem utolérni magam, utolértem magamat a Star Trekkel, és igen, többek között ezért is vannak tele a vinyóim, amíg én Indiában voltam, a, a torrent nem, nem példa. Mert hogy az van, a, és most spoiler alert, az van, hogy a kilencedik rész végén így kiírták az első széria folytatódik januárba. Mondom, mi Igen. van a kurva néni kéteket? Hát hogy tudják, szoktak ilyet csinálni a téli sorozatoknál, hogy ünnepi szünet van. És, de, na, szóval nagyon jó. Majdnem olyan, mint hogyha ennek az etapnak a lezárás. Én szerintem egyébként az történt, hogy, hogy ment a forgatás, és nem tudták, hogy megrendelik-e a következő szériát. És akkor csináltak egy, ott csináltak egy olyat, hogy hát ha nem rendelik meg, akkor itt van vége. Ha megrendelik, akkor dobunk egyet a sztorin, és megyünk tovább. És most ezt nagyon lehet érezni a kilencedik rész végén, hogy hogy dobtunk egyet a sztorina, és megyünk tovább, mert ugye a hatodik részt ö, ö, vetítésekor tudták meg, hogy megrendelték a második szezont. Ö, nagyon klassz. Ajánlom mindenkinek, hogy ö, kezdjen bele, és nézegesse. Ö, és már lett. most magyar felirattal is elérhető mind a, a kilenc és rész. És jó lett, basszus. És jó lett, jó lett, bár a kling Klingonok még nekem mindig ilyen billegősek. Ezt valószínűleg sosem fogjuk megszokni, de, de sztori szempontból már jó. Igen. Én, én egyébként ott, ott akadtam le, amin nem kéne leakadni, mert hát persze a csillagháborúja óta tudjuk, hogy az, az űrhajónak hangja van a világűrbe, tehát ezen, ezen és, nem és, kell. És, és, a lézernek is természetesen. És a lézer, és, 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 lehet látni ez a másik, tehát, hogy direkt olyan lézereket használnak érted, hogy lássák, hogy hova Lesziről megy. Látni, igen, hogy igen, és lassan megy, tehát nem, nem, nem a fénysebességét érjed Na, mert hogy a rövid sorozatot lehet látni a levegőben, az az elég durva. Na mindegy, tehát, hogy ezektől a fasságoktól eltekintve mindig eszembe szokott jutni, hogy, hogy van egy civilizáció, érted, és eljut egy technikai szintre. Tehát konkrétan a klingonok ugye a világűrben uh, röpködnek, és mi az, hogy röpködnek? Hát álcázott űrhajóik vannak, és így ránézel a kezére, az meg, és egy hatos anyát nem bír vele becsavarni. <laughs> 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 ettől, ettől, én mindig kiakadok. De csak már, most már tényleg csak egy kicsit tudod, hogy akkora körme van, meg olyan böhöm ö, ö, keze, hogy tehát kép, képtelen a finom munkára. És akkor persze ilyenkor mindig jön, jönnek az okosok, hogy hát de ízéme nem, nem, tehát azért a, mindig azt szoktam mondani, hogy a fizikát és a biofizikát nem lehet megerőszakolni. Tehát érted, ha 0,02-re tekered a kazánt, az nem fog jót tenni a mehamódnak Ennyi. Én Na tudod, úgy, ő... Nagyon jó volt. Nekem, a... nekem ennyi volt a sorozat. Igen? Ö, én azon rögtem nagyon nagyot, icipici spoiler, az időhurok. Hogy minden egyes Star Trek sorozatban kötelező, hogy legyen egy időhurokkal foglalkozó epizód. De ez szerintem a tosóta így van. Igen, de ez most uh, jó előre le legalább. De a Bakker a legjobb uh, ilyen sztorit, azt az Enterprise-ba írták meg. Igen, azt szerintem én nem láttam. Hát azt akkor... spoiler ez? megnézem Akkor nézd meg, mert ott egy ilyen időhurokban, uh, kvá, ezt úgy hívják, hogy kiterjedés, ez még nem spoiler, ott, uh, nem is tudom, vagy tíz részen keresztül benne vannak, és hihetetlenül érdekes. Tehát, hogy hmm. nem csak az, hogy van egy izgalmas ö, ö, sztori, hanem hogy ez ilyen, ilyen eszméletlen, érdekes. És ott van egyébként egy egy ö, olyan szál, amit én nagyon szívesen néznék, ami, ami arról szól, hogy volt egy ilyen, ilyen háború, ami az időben játszódott. A Star Trek univerzumban. És azt... Jaj, ez az új Enterprise, összekevertem a négy évados, az ezelőtti sorozat, a friss-friss. Friss. Nem, nem, ezelőtti... nem, 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 nem. Én a sorozatról beszélek most. Az, 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 én is arról beszélek, az Archer kapitány és. Az és Archer kapitány. Tehát, ami a, a, a mostani, a Discovery-t leszámítva, a legfrissebb. Az időháború megvan, igen, igen, Na, igen. Tehát, igen. hogy én azt. És ott, ott volt a kiterjedés, tehát az, az volt az időhurok, mert bementek a kiterjedésbe, és találkoztak aztán visszafele önmagukkal, a, a, igen, amikor igen, a kiterjedésből. Igen. Így már megvan. Jönnek ki. Hát akkor neked végül is nem, nem volt spoiler-alert, de hogy azt rettentően, tehát én, én arról nagyon szívesen néznék egy külön sorozatot amúgy. Ez, az abszolút ö, ö, izgalmas és ö, érdekes ö, volt egyébként. Én még egyet mondanék sorozat témában egyébként, mert azt még a múltkor pingeltelek meg vele, és nem tudom, hogy az, az átmente, a The Orville című sorozat. Igen, igen, a valamelyik monokesztben iszonyúan lehúztam, tehát ez nekem annyira bugyuta. Na de ez a trükk, hogy az direkt Star Wars, Star Wars elnézést, ez star Trek olyan, mint paródiának egy, indult. Olyan, mint egy szar, tehát, de ezt tegyük hozzá, Krisztián, hogy olyan, mint egy szar Star Trek paródia. Igen, igen, és ez a vicc, hogy egy star, szar Star, Trek paródia, ez milyen jó nyelvtörő, szar Star Trek paródia. Szar Moszkvics, star... egy rossz paródiának indult <laughs> gyakorlatilag, és valahol ott a negyedik epizód környékén Történt valami, és elkezdték magukat komolyan venni. És a hangulatát elkezdett egy minőségi sorozat jó sztorikkal, kicsöppenni belőle, és és ez a nem ezt a modern, földgyorsított Star trek hangulatát, hanem ez a régi, mint a Next Generation, ha stb. azt a fajta Star Trek hangulatot hozza, nem Star Trekként. Nagyon sok az áthallás, meg minden, a, a, az biztos, de hogy tényleg irgalmatlan, bugy utának indul, de hogyha kibírod az első KB 3-4 epizódot. Én ott végig elkezd kurva uh, volni. Tehát, ami a, a, a sorozatok uh, oldalon fönn volt, én azt uh, végignéztem, és uh, szerintem ilyen 6-8 rész hat környékén. Rész valahogy így, igen. Uh, és tehát, nem fogod meg? Nem, nem, nem. Hmm. Tehát én, én, én egy picit ut utáltam benne ezt a fajta uh, bugyutaságot. Abba igazad van, hogy voltak olyan részek, amik már-már majdnem uh, uh, azt a hangulatot hozták, amit a TOS uh, hozott annak idején. De hát a, a Toson azért már így túlléptünk egy kicsit, tehát nem, nem biztos, hogy, hogy ezt a, a hangulatot kéne visszahozni, vagy nem, nem tudom. Nekem nem, nem jött be. Nekem az a benyomásom, hogy a Bugyutából átment Bájosba, és én nagyon megszerettem. De mindegy. Hát, hát figyelj, hogyha a Bájos átlízlése. sorozatot akarunk nézni, akkor megnézzük a serenity Vagy a Dereket. Ja. Vagy edereket. azt nem tudom, hogy mondtam én neked, hogy megnéztem a második évadját az ember a fellegvárban. Nem, 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 nem mondtad. A, és? Te láttad? Igen. A, hát, szerintem csak nagyon. én úgy ismerem, hogy a Men in the High Igen. A, csak én azt nem tudom kimondani. Nyelvtörők. Igen, igen. Tehát a, szerintem a, nagyon tehát el, kicsit elvont, nyilván egyfajta, ö, hogy is mondjam, ö, a science fiction és az utópiák iránti ö, tisztelet és szeretet kell hozzá, de rettentően elgondolkoztató volt. Mondjuk én, én a végén azért azt az ajándékot nem tartottam akkor ajándéknak, mint, mint amit ö, megszenvedett érte. Viszont én itt a második etapban sokkal jobbnak találtam már a, a különböző embereknek az ábrázolását. Tehát, hogy azt a náci tisztet már szabályosan megszeretted a végére, tudod, amelyiknek a beteg gyereke Jaj. volt, és na, szóval jó, jó kis sorozat lett, és ugye ennek itt van vége valószínűleg nem fog tovább grúlni, mert ugye a regény is idáig tartott. Bár ugye a, a Trónok harca után már bármi lehet, Harry Potter után is bármi lehet, de nem hiszem, hogy ezt tovább fogják fűzni, sajnos. Jó. Ja. Jaj, jaj. Hát még egy sorozat sorozatbeszúrás, bocsánat, az Amazon, nem tudom ki hallotta, ki nem hallotta, az Amazon aláírja a megrendelést a Gyűrűk urás sorozatra. Hát hát így. A, hírt, a hírt azt olvastam én is, jó, hogy mondtad. Tehát a, a Gyűrűk ura az nekem az a könyvélmény volt, amin konkrétan ilyen baltával vertem végig magam. Ha, ha valaki olvasott Erdős Renét, aki a háború előtti ö, írók ö, közé tartozott, és ilyen, Hopp, most elszállt egy pillangot, tudod, ez a, ez a hih hihetetlen ö, elnyúlós ö, akármi. Na hát nekem ez a, a könyv kétszer is végolvastam. Tehát, Mennyi idősen absz olvastad? Det är absolut fänt, fänt, ja. Aha. és viszont a kis herceget is, tehát, és, és, az rettentően tetszett, és nem bánom, hogy azt ilyen 21 2 évesen olvastam, mert bár valószínű az lett volna, hogy mindig egy következő korszakban kéne olvasni, mert nyilván az embernek ugyanaz a könyv az idő előre haladtával, ahogy öregszik, meg bölcsebb lesz, meg tapasztalatokat gyűjt, mindig mást mond. De én ezt a, a gyűrű kurát egy, egy aránylag borzasztó regénynek tartom. És most nyilvánvalóan mindenki, aki szereti ezt a világot, vagy, vagy nem, az fölkapja a fejét erre, hogy ez mitől borzasztó. Szerintem attól borzasztó, hogy ilyen végletekig leegyszerűsítő. Hogyha ha belegondolsz, baszki, a... És engem például a, a, a Robi világosított meg ebbe. Hogyha belegondolsz a gyűrűk urába, a gecik csúnyák, a jók szépek, és, és nincsen félút, érted? De bocsánat, ez stílusi egy. Tehát a gyűrűk ura, az high fantasy. A hát várj, várj, vár, vár, mert, mert maga a stílus sem létezett igazából Tolkien előtt. Hát hát akkor megalkotott egy stílust. De hogy az azóta te, is a high fentezőre fantasy-re, ez abszolút jellemző. Ez, ez a, a, fekete fehérség, a, mint én, az én, bíróságra. én, magam egyébként iszonyú kevés uh, uh, fentezit olvastam, tehát szerintem nincs száz olyan regény, ami rá, rá lehet húzni a fentezit, és mondjuk én, én olvastam, tehát én nem voltam egy fantasy rajongó, valószínűleg egyébként azért, mert a, a galaktikus Cifi klubba beszivárogtak a szerepjátékosok egy id idő után, és abszolút szarrá ment a, az addig amúgy tök jó üzemelő ö, klub, mint, ö, mint tudományos, fantasztikus klub. Ö, és aztán hál' Istennek ők külön is mentek. De, de engem a fantasy önmagában... Soha nem fogott meg. Valószínűleg azért, mert inkább technokrata vagyok, mint mint nem is tudom mi lenne erre a jó szó a fantasy műfajában. Mi van inkább több, tehát ilyen varázslat, meg... Inkább technokrata vagy, mint tündérmesés Hát nem. Na mindegy, majd eszembe jut, hogy mi nem vagyok. Ezotérikus nem vagyok. Tehát, hogy a, oh, ennek semmi köze az ott ér, ez Hát, oké, okay, persze, ez olyan, mint a a különböző ilyen patikába kapható egyébként 10 milliós hígításba létező homeopátiás szerek. Ne, ne menjünk el ö, Igen, mire? igen. Ö, beszéltem róla monokezbe. tehát <laughs> Na, szóval mondom engem, és, és hogy még, még, ebből az egyébként szerintem abszolút vállalható mozifilm után csinálna egy sorozatot, fú, te, ez nekem olyan, mint a dűnéből, amikor a, a nem is tudom, azt az HBO csinált a, a dűne sorozatot? Igen, a minisorozatot. Igen, szóval a minisorozatot jó volt. Nekem azt se tetszett. El, előttem volt egy iszonyatosan jó mozifilm, amit ö, szerintem és ugye ott még a Frank Herbert ö, ott volt tanácsadóként. És Stinget. lekoztingolták Stinget és tényleg olyan volt, hogy na szó. Kár meklek, érted, és akkor utána nézel egy ilyen HBO sorozat, és úristen, baszki, de miért? Tehát, akkor inkább folytatták volna, de hogy miért kellett még egyszer megcsinálni a, a, hát újra az interpretálták, figyelj, és egy kicsit elment egy ilyen tisztább irányba. Én élveztem azt, jó, jó, volt szerintem az a sorozat. De mondjuk elfogult vagyok, minden, bármilyen formában bírom fogyasztani a dűnét. Na, hát kedves hallgatóink, ennyi ö, lett volna mára. Ö, az én 45 perces monokesztem után bírtunk ilyen másfél órát ö, ketten a Krisztiánnal beszélgetni. Igazából nem is mélyedtünk még bele az e-cigaretta zegzugos világába. Majd a következő podcast alkalmával ez csak egy fölszabadult élménybeszámoló volt, és próbáltam a Krisztiánt beszéltetni, amennyit csak lehet. Azt hiszem, ez sikerült. Sikerült. zárult ez a kísérlet. <laughs> Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi szépen, sziasztok!